Alpolgármester úr, péntek délután van, igaz esik az eső, bejárást tartott az önkormányzat. Mik a tapasztalatok? Minden pénteken itt vagyunk, tehát minden pénteken kijövünk egy ilyen kooperációra, ahol a kivitelezővel, a műszaki ellenőrrel, most ebben az esetben a beruházó jelenlétében is átbeszéljük a tapasztalatokat, átbeszéljük a feladatokat, és tájékozódunk arról, hogy hogy állnak a munkák. Most azt tudom elmondani, hogy a munkák a tervezett ütem szerint folynak. Hála Isten, ez a kis eső nem zavarta meg a munka folyamatokat, ami most a héten ugye már kétszer is megtalált minket. Elkészült a tornateremnek az alaplemeze, ezen kívül a sávalapok elkészültek, és a talpgerendáknak a vasalása, a vasszerkezetnek a készítése is folyik. Amint ezzel kész vannak, akkor utána kiöntik majd a talpgerendákat. És ezzel az alapozásnak egy része befejeződik. A talpgerendák kiöntése után már a teljes épület kontúrba elkészülhet az alaplemez. Volt valami változtatás? Lényegében a korábbi tervekhez képest semmiféle változtatást nem kellett eszközölni. Tudomásunkra nem jutott olyan, hogy bármit változtatni kellett volna. Minden a tervek szerint készül úgy a tartalom, mint ütemezés szempontjából. A polgármester úr, a látványos része mikor kezdődik a munkálatoknak? Most november hónap folyamán, tehát már az elkövetkezendő hetekben valóban látványos változások lesznek. Az első látványos változás az lesz, hogy felállítanak egy toronydarut. Tehát ez már november elején várható, a toronydarunak a felállítása. A daru állításhoz az alapozási előkészületű munkálatok már folynak. A következő látványos eleme lesz az építkezésnek a falaknak a felhúzása. Ez is november hónap folyamán megkezdődik, ahogy az alapozási munkálatokkal teljes egészében végeztek. Tehát most már csak hetek kérdése, néhány hét kérdése, és valóban látványos munkálatokat is fognak a környéken élők és az erre járók látni az iskolaépítésnél.